Pokoltábor. Tom Skerritt Csankó Zoltán. Liza Eichhorn Kis Erika. Anthony Zerb Pap János. Richard Roundtree Hankó Attila. További magyar hangok: Forgács Péter, Csonka András, Selmeci Roland, Kassai Károly, Úri István, Markovics Tamás. Magyar szöveg Kis Barnabás, hangmérnök Bederna László, gyártásvezető Derzsi Csilla, szinkronrendező Hirti Ildikó. A szinkront a West Hollywood megbízásából a Masterfilm Kft. Készítette. Forgalmazza a Best Kft. Fényképezte Michael A. Jones. Zenét szerezte Mark Donahue. Írta Jill Cowan. Rendezte Eric Carson. Clark légierőbázis, Fülöp-szigetek. Megérkeztünk a komoly szöktető gyakorlatra, minden jelentkező a fedélzeten. Értettem, szálljon le a Bukau 7-esre. Vettem, karogy, vége. Uram, kézi hadnagy parancsára megjelent. Foglaljon helyet, hadnagy. Köszönöm, uram. Átnéztem az aktáit. Figyelemre méltó. Köszönöm, uram. És a komputer szerint kiváló eredményeket ért el a tájékozódási gyakorlaton. Tudom, milyen keményen dolgozott, hogy bejusson. A kezdeti lelkesedés. Ezt becsülöm. Egyetlen kételyem van csupán. Attól tartok, hogy nem igazán értette meg ennek a különleges gyakorlatnak a lényegét. De el tudom képzelni, uram. Valóban? Hadnagy, ez a hadsereg egyik legnehezebb szoktatási gyakorlata. A legtöbben nem bírják. Ennek tudatában vagyok, uram. Nos, akkor hajlandó lenne elmondani nekem, hogy mit is vár pontosan ettől a gyakorlattól? Annak is legyen tudatában, hogy mint nő nem fognak magával kivételezni. Háborús körülmények között lesznek, még ha béke is van. Tudom, milyen most a helyzetünk, uram. De megváltozhat. És én ott szeretnék lenni, amikor ez bekövetkezik. Kérem, ne értsen félre. Nem akarom kiábrándítani. De úgy érzem, kötelességem figyelmeztetni magát. A gyakorlatnál senkitől sem fogják megkülönböztetni, ami azt jelenti, nem lesz része különleges bánásmódban. Nem is fogom elvárni, uram. Rendben. Ez minden, hadnagy. Sok szerencsét. Köszönöm, uram. Hé! Jelentkezett itt valaki az embervadászatra? Hello. Hello. Hello, hogy vagy? Boc vagyok. Boc? Gilbert Combi, nagyon örülök. Én úgy szintén. Brad Stevenson. Brad, gyertek, üljetek le. Azt hallottam, ez a gyakorlat nagyon kemény lesz. Állítólag egyszer már valaki bele is halt. Ne hülyéskedj. Komolyan. Á, ugyan már, minden gyakorlat előtt ilyenek keletek. Mi bajunk lehet? Ami engem illet, egy párat végigcsináltam. Nem volt könnyű, de nem döglöttem bele. Nem lesz húzós, legalábbis szerintem. Persze, lehet, hogy tévedni fogok. Különben honnan tudjátok, hogy milyen lesz? Ismerek egy tyúkot a számítógép központból.
És akkor mi van? Belekukkantottam a gyakorlattervbe. Engem nem nagyon érdekelnek az ilyen tervek. Én csak egy jó kis balhét szeretnék, nem igaz? Az a szemétség, hogy nem mehettünk el ma este Manilába. Jól mondja. Ismerek egy-két frankó helyet. A gyakorlat célja egyszerű. Ne essenek fogságba. De ha mégis, szökjenek meg. A bázisukat, az egységüket és a küldetésük célját az esküjükhöz méltóan végig titokban kell tartaniuk. Erre a gyakorlat felügyelősége alaposan oda fog figyelni. A térkép, amit önök is megkaptak, pontosan lokalizálja és meghatározza a biztonságos övezetek helyét. Két fős csoportokban fognak dolgozni. Az ugrásnál alakulhatnak ki a párok. A repülőgépük ezután már csak egyszer fog visszatérni a körzetbe. Tehát, ha önök vagy a partnerük megsérül az ugrás után, le kell adniuk egy figyelmeztető lövést, hogy megtudjuk. Páran önök közül már részt vettek hasonló gyakorlatokon az elmúlt időszakban. Nos, hadd jegyezzem meg, hogy a kegyetlen lezsúdi gyakorlat ehhez képest csak egy kellemes erdei séta. Hadd emlékeztessem önöket, hogy ha bármi, ami a gyakorlattal kapcsolatos, valamilyen formában kitudódik, a karrierjük végét jelentheti. A cselekünk újabb reménysége. Essünk túl rajta, amint szólítom a csapatokat, felpattannak. És parancsra ugrik mindenki kifelé. Kezdjük el. Conway és Webb. Casey és Ripke. Logan és Bonds. Sorakozol az ajtónál. Ugrás, mehet! 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 Leszállás Logan módra. Jól van? Azt hiszem, el kéne tüntetni a felszerelésünket a fák közé. Jó ötlet. Kezdheti. Nagyszerű. Bocs? Jó napot, uram. Ön a felettesem és... A rangnak itt nincs jelentősége, Bocs. A nevem értem. Logan. Bocs vagyok. Mutassa. Biztos, hogy jól van a lába? Hogyha a tengerpartról indulunk, akkor könnyebben tudjuk majd, hogy mi van mögöttünk. Gyerünk. Fogja. Ez jól hangzik, uram. Tangó 11 jelentkezik. Minden fogoly bemérve, nincs sérült. Mi bántja, őrmester? Nem gondolja, hogy őrültség ide küldeni egy nőt is? Nem én kértem. Igen, tudom, de... Úgy értem, mit fogunk vele kezdeni? Gyakorlaton van, mint mindenki más. Értem, uram. Megint itt vagyok. A dzsungel közepén hangyákkal és a maláriával, és még ki tudja, mi minden mással körülvéve, azt hiszem, teljesen megőrültem. De valahol őrültnek is kell lenni ahhoz, hogy ilyen dolgokba rángassák bele az embert.
Nem is tudom, lehet, hogy... Talán csak a kalandbágy hajtott ide is. De abban még nem volt részem. Olyan lesz ez is, mint az az új mexikói porfészek. Nekem elhihetik. Akárhányszor megpillantok egy nőt, egyszerűen... Bocs, kérem. Csak... A kép befejezem. Elnézést, őr nagy, vagyis Logan. Nem igazán sikerült a bemutatkozásom, igaz? Igen. Nem tudom, miért csinálom. Állandóan ez van. Sajnálom, nem pofázok többet. Mindig ez van. Az anyámat is megörítettem. Mindig azt mondta, hogy csak fecsegek és fecsegek órákon keresztül, de egyszerűen nem értem miért. Bocs. Biztosan nekem ez a természet. Bocs. Nem tudna magában beszélni és figyelni addig, amíg én felmegyek oda, hogy megnézzem, hol vagy. Megtenné ezt? Igen, ne? Uram. Jó, van. Nagyszerű. Persze. Mindjárt jövök. Menjen várjon itt. Oké. Okay. Istenem, hogy lehet ennyit pofázni? Legalább értelmes dolgokat mondanék. Jézusom! Szólítson inkább Logannek. Tudom, hogy ki maga őrnagy. Mi történt? Úgy néz ki, Bocs az első madár. Ha úgy tetszik, ő az első fogoly. Körülnézek. Elhagyta a társa, igaz? Miért nem vigyázott Bocsra? Gondoltam rá. Elég szerencsétlennek tűnt. Jöjjön. Magának van egy árulója, nekem pedig egy dezertőröm. Egyik sem jó pont a katonaságnál, úgyhogy miért nem csináljuk együtt a gyakorlatot, úgy, ahogy tudjuk. Nagyon bízik magában, igaz? Az volt a tervem, hogy a tengerpart mellett megyünk, amíg el nem érjük a célpontot. Nagyon bölcs. Összeálltak, és a part mellett gyalogolnak. A többiek? A magányos farkas itt van, a többiek pedig még a segíkön ülnek pontosan ezen a helyen. Akkor kapjuk el őket. Mindegy, szállik. Te jó ég, ezek éles fegyvereket használnak. Igen, ez nagyon valószínű. Maga az ügyeletes, mert lenne egy kis mondani való. Fogd be a pofád, seggfej! Micsoda? Hé, haver, jobb lesz, ha rám figyelsz. Itt valami nincs rendben, ezek itt semmit sem mondtak nekem. Nem akarok pattogni, de nagy szarban vagy, úgy... Vigyétek innen. Hogy van a lába, őrnagy? Nem akar pihenni egy kicsit? De igen, az jól esne. Már régen megtanultam, hogy nem elsőnek kell befejezni a gyakorlatot, hanem végig kell csinálni. Megfelel itt? Ó, hála az égnek. Az ugrás után sérült meg? Soha nem volt az erősségem. Köszönöm. Mióta van a hadseregnél? Csak kíváncsiság. A rangja, a tapasztalata, a mellén csupa kitüntetéssel, elismerések. És újra vissza akar kerülni. Sajnálom. Inkább úgy mondanám, könnyebbnek hittem a papírtologatást,
mint amilyen az valójában. Értem. És maga? Mi van velem? Mit keres maga itt? Ó, ezt ön már úgyis letisztázta magában, őrnagy. A kisasszony, aki megpróbál tenni valamit a feminizmusért. Megpróbál a büszke papa nem létező fia lenni. Vagy... valami ilyesmi. Hogy került ide? Megtaláltam a lőrést. Azt hiszem, még nem sikerült teljesen meggyőznünk. Eleget kapott, kapitány. Nem ért egyet, őrmester. Kérem! Ne! Ne! Várjon, feltolom. Kösz! Ne fáradjon. Oké, meg vagyok. Ön egy egyszerű köszönöm is megteszi. Javaslom, vizsgálja át magát, mert az én lábamon is van egy-két pióca. Megnézné, hogy nincs-e belőlük a hátamon is? Ha? Nincs. Nem látok egyet sem. Akarja, hogy én is átnézzem? Na? Na? Nincs, egy sincs. Talán zavarba jött? Ne. Fújjon sorakozót, őrmester! Tízes szektor! Síkság! Értettem! Tengerpart! Uram! Négyes szektor! Derék mozgás! Na, jól van, jól van! Gyere! Felborította a vödröt, fiam. Nem gondolja, hogy fel kéne takarítania? Igenis, uram. Maradj a kocsinál. Jöjjön. Ne engedje őket más irányba. A francba? Mint ha Ripkin lenne. Na, elkaptátok. Nagy ügy. Egyre jobban állunk. Kurva nagy ügy. Mit csinálnak? Nem tudom. Mi az? Semmi. Tartsa nyitva a szemét. Azok! Gyerünk!
Jézusom, mi jön most? Az alvás. Tréfál. Tessék, itt van füldugó. Biztonságos ez itt? Azt hiszem, hadnagy, hogyha el akarnának kapni minket, ide jönnének és megtennék. Őrnagy! Őrnagy, indulni kell! Elnézést! Mindig ilyen, amikor fölébred. Csak nem hallotta magát. Értem. Lehet, hogy a füldugói még aludni akartak. Jó lenne megtalálni ezt az átkozott viskót még mielőtt fel kell a nap. Kér egy kis kávét? Logan? Mi a fene történt magával? Megcsináltuk! Ez itt biztonságos övezet. És nem is volt olyan nehéz. Túl könnyű volt, igaz? Honnan a pokolból tudjam? Ez bántja, ha jól sejtem. Végül sikerült elvégeznem. Miért csinálja? Hogy legyen tapasztalata? Részben. És mert imádok repülni. Nem sok más érdekel ezen a földön, ha érti, mire gondolok. Igen. Van felesége? Elváltam. Én is. Már többször. Annyira nem öreg? Nem, nem úgy voltam házas. Hé, mi a felét csinálok? Megőrültek, hagyják abba! Csináltok le róla, rohadékok! Mit csinálnak? Ez biztonsági övezet! Mocskos szemetek! Mondanám, mi folyik itt, Őrnagy, ugyanis szarrá vertek minket. Akkor maga már is többet tud, mint én.
Úgy látszik, üstvág nem apádat játszunk. Én nem az üstvág nem apádra jelentkeztem, hanem egy szökés menekülés gyakorlatra. Hát, úgy látszik, a menekülés egyelőre nem sikerült. Hol van Bocz? Az a szarrágó? Itt van. Őrnagy, le kell ezt állítania. Ön a legmagasabb rangú tiszt. Fofa be ott hátul! Ő legalább beszél hozzánk. Hozzák ide azt az embert! Gyerünk! Mozog! Neve? Convey Gilbert, hadnagy! Kus legyen, pofa be! Állítsák fel és hozzák ide elém! Uram! Magának a megszólítás, uram! Maga itt fogoly, parancsokat hajt végre, és csak akkor pofázik, amikor a engedélyt kap. Megértette, csekkfej? Értett. Hogyan? Igen, uram. Helyes. Akkor vidd vissza a mocskos pofádat, de gyorsan. Lódulj, mozgás! Oda! A többi szemétláda itt sorakozzon. Itt sorakozzon egy vonalban. Figyelem! Azt mondtam, figyelem! Helyes. És egy hangot sem. A szabadság illúziója. Ne tartozz az imperialista, háborús párti kapitalistákhoz, kiknek a haszna ártatlan emberek véreiből folyt be. És felesleges visszapörgetni az emberiség történelmének kerekét, hiszen a személyes jogaink már így is a semmibe vesznek. Uraim, a nevem Becker. Én vagyok a parancsnok. Ez pedig itt a Becker tábor, ami a Becker szigeten van, és amit Becker emberei felügyelnek. Ez itt Becker világa. Becker ország, ha tetszik. Itt nincsenek komputerek. Rájuk tehát nem számíthatok. Meg is mondom, hogy miért. Maguk azt hiszik, hogy a világ csak egy gomnyomás. És azért vagyok itt, hogy bebizonyítsam, a katonaság magas fizikai és lelki fegyelmet kíván. Nem a vendégeink, nem voltak meghívva. Annak kezeljük magukat, amik valójában. Állatként. Méghozzá a személyes irányításom alatt. Becker házi állatai. Néhányuk kutya, néhányuk disznó. Ezt majd idővel kiválasztjuk. Amit tudniuk kell, az, hogy itt csak én számítok. Én vagyok a mindenható. Én vagyok itt az Isten. Én vagyok az Atya Úristen. A legtöbbük nem ússza meg ezt a gyakorlatot. Hogy is mondjam, épésszel. Méghozzá azért, mert gyengék. Nekem az a dolgom, hogy kiválasszam, vagy eltapossam önöket.
Ez egy olyan feladat, amit az országuk és ironikusan szólva maguk tettek lehetővé. És uraim, még egy dolog, amiben biztosak lehetnek. Itt teljesen magukra maradtak. Ruhákat le! Most! Itt akarok látni egy kupacban mindet, kivéve a vakancsokat. Egy pillanat, ő is van közöttünk. Nem vagyok kíváncsi a véleményére. Pofa be! Ruhákat lemozogjanak! Mire várnak még? Mindet itt akarom látni. Mozgás, vegyék le! Csetek gyorsabban! Mi a baj, hölgyem? Kellene egy kis segítség, he? Vetközzön! Ahogy elnézem ezt a csordát, nem kell semmitől se tartaniuk. Úgyhogy vetközzön mindenki! Az egészet itt akarom látni, mozgás! Gyerünk, 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 gyerünk! Ebből én elég, azonnal telefonálok. Mit csinálj? Hé, basztán, lehet is joguk! Állítsák fel! Gyorsabban! Gyerünk, őrnagy, mindenkit feltart, vegye már le azt a gatyát, azonnal, mozogjon már! Maga! Ki a szart bámészkodik? Jöjjön ide! Erre! Álljon ide! Itt álljon! Sorakozó! Gyerünk! Mozgálj! Szorosabban! Szorosabban! Közelebb! Közelebb! Szorosabban a csengeket! Szorosabban a rohadt életbe! Éreztessék az előttük állóval, hogy mögötte vannak! Induljon az eleje! Előre nézzen! Most pedig megyünk és pancsolunk egyet, tisztába rakjuk magukat! Nem mondhatják, hogy semmit sem teszünk önökért, igaz? Első emberindulás, gyerünk az zuhany alá! Mozgás! Emelje fel a kezét! Megfordulni! Most mehet! Menjen már! Következő! Menjél már! Tűnés lefelé, vedd fel a ruhádat! Vissza a sorban felvetted! Gyerünk gyorsabban! A következő, nem érünk rá! Egyenes legyen a sor! Mozgás! Vissza a sorba! Egyenes legyen a sor, azt mondtam! Szorosabban! Előre néz! Megfordulni! Megfordulni! Menj tovább, te kané! Mozgás! Befelé! Gyerünk már! Tovább! Vissza a sorba! Gyerünk, mozgás! Karokat fel! Megfordulni! Gyerünk, igyekezz vissza a sorba! Tovább, tovább! Hozzoljon már el, vagy mi a felét bámul! Mozgás, gyerünk! Megfordulni! Mit tökéletlenkedik ott, gyerünk már! Fogja meg a ruháját! Gyerünk, ez az! Tovább! Katona lézére nem tud felvenni egy koncsót! Gyerünk már, tovább! Igyekezzen! Figyelem! Le a földre! Le a földre! Kutyák! Francos szarháziak! Mozgás! Mindenki így marad! Ez ám a jó buli. Ezek itt mind teljesen begőzöltek. Ez egy gyakorlat, úgyhogy mindennek van határa. Megalázhatnak, de meg nem ölhetnek minket. Remegek. Boc biztosan nem. Gyerünk! Hé, 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 mi az? Mozgás! Mi van megint? Jól van, megyek már, megyek! Barom állat! Megyek már, ne lökdös!
Tudom, hogy maga régi motoros. És biztosan azt gondolja, hogy ez az egész csak baromkodás. De sajnos változnak az idők. Ez a munkám. De ezt maga is tudja. Nem mond nekem semmit, igaz? Nem szól egy árva szót sem. Uram, Logan William J. Őrnagy, 0127... Jó, elég. Tudom, hogy nem nézhetem magát hülyének. És nem is áll szándékomban megveretni, mint azokat a bunkókat ott odakint. Segnyalók. Srácok, én nem tartatok egy kis szünetet. Mondok valamit. Én sem bízom ezekben a barmokban. Csak Beckerhez hűségesek. Vegyen egyet. Tudja, jó hatással van rájuk. Megvan a hatalma, hogy rendesen keverje a szart. A realizmusét. És a haverja Tuan. Ő tényleg egy valódi maja. Persze, ha engem kérdez, szerintem mindannyian szarrágok. Maga csak hiheti, hogy Becker valami régi háborús filmből csöppent ide. De ő tényleg hisz is ebben. Azt hiszi, hogy szent kötelessége irányítani ezeket az embereket. A saját érdekükben. A haza érdekében. Meg a többi hülyeség. Csak azért mondom el ezeket, mert tudnia kell, hogy így vagy úgy, de biztosan magára fog szállni. Azt tanácsolom önnek, hogy legyen nagyon, nagyon óvatos. Mondja, őrmester. Melyik régi háborús filmből szerzett ennyi tapasztalatot? Befelé! Tudja, előre kell bocsátanom, hogy soha nem gondoltam volna, hogy egy hölgy is képes jelentkezni egy ilyen gyakorlatra. Talán lehet, hogy régi módi vagyok. Amolyan zöld fül lehet, igaz? Tudja mit? Miért teszem egyszerűen csak? Hé, fiúk, nem tartanátok egy kis szünetet? Mondok valamit. Én sem bízom ezekben a barmokban. Mindegyik csak Beckerhöz hűséges. Mi rosszat mondtam? Mi újság, hadnagy? Logan, merre van? Egy másik kalitkában. Ez most csak egy tréfa, ugye? Bántották? Nem erőszakoltak meg, ha erre gondol. Ez a Stafford egy idióta. Csak azt hajtogatta, hogy Becker milyen őrült. Igen, a kétségbe esett parancsnok esete. Kis igazság, nagy hazugság. Agymosás. Én is erre gondoltam. És mit mondott neki? Végig hallgattam, és illedelmesen megköszöntem a kedvességét. Akkor csöbörből vödörbe esett. Hogy van a lába? Melyik? Kíváncsi lennék, mennyi ideig kell még itt átcsorognunk. Még sohasem aludt állva? Dehogy nem. Rendszeresen állva alszom, mint a lovak. Nem pofázunk. Pofa be. Dögölj meg.
Kellemes jó reggel, törnagy. Gondoltuk, nem ártana lábának egy kis torna. Szereti a munkatáborokat, ugye? Uram, én egy amerikai tiszt vagyok, és a Genfi konvenció értelmében nem kényszeríthetnek nehéz fizikai munkára. Dicséretes, őrnagy. Most pedig fogja ezt az ásót. Különben olyat rúgok a seggébe, amire még ennél is jobban fog emlékezni. Mr. Boc majd oda kíséri a többiekhez. Mondjatok valamit. Igen, itt vagyunk. Hogy van, Boc? Figyeljen, az az első, hogy valakit megtörjenek, és akkor reménykedhetnek. Próbáljon ellenállni, és akkor még sikerülhet. De senki sem beszélne velem. Meglátom, mit tehetek. Nem látta kézi hadnagyot ma reggel? Nem láttam. Akkor próbálja meg kideríteni, hol van. Hogy haladnak, fiú? Ó, soha jobban. Azért próbáljunk meg kezdeni ezzel valamit, jó? Ott a kis szemétláda. Hé, te, jól aludtál az éjszaka? Van csak jó a kaja, mert mi még nem próbáltuk. Én nyugalom, nem ő tehet te róla. Te mocskos féreg! Maradjon itt, megállni! Nem mondta azt, hogy ne. Fejezze be, hadnagy. Jól van, mit akar hallani? Semmit, barátom, semmit a világon. Jöjjön. És hol lehet a mi kis cicuskánk? Nem látom, hogy errefelé vonszolná azt a szép kis seggét. Fejezze be, Ripkin. Rendben. Elfelejtettem. A maga vadász területe, igaz? Ez meg mi a felét akar jelenteni? Azt hiszi, nem tudjuk, mi folyik itt. A szavát adta. A szavát? Igen. A szavát? És kicsoda? Stafford. Jó sokáig tartott, amíg beférkőzött közétek, igaz? De a hölgyikének sem tartott sokáig, hogy maga mellé férkőzzön, igaz? Maga egy beteg ember, Ripkin. Igen? Majd tudni fogom, mikor leszek beteg. És ne próbálja nekem megmagyarázni. A különleges bánásmód ránk nem vonatkozik. Kész vagytok, fiú? Igen. Túl korai. Magának ehhez semmi köze. Mi már elterveztük. Ne felejtsétek, végig le a folyón. Igen, le a folyón. Oké? Gyerünk! Ripkin, Conway és... Kik azok? Ripkin, Conway és Dunn. Ez az rej!
Egyáltalán nem rossz, hölgyem. Kedvemre való kis falat. A fiúk is nagyon le vannak nyűgözve. Uram, teljes őszinteséggel állíthatom, hogy ami magát illetően egy seggfej, a fiúk pedig a hozzátartozó darabkák. De nagyra nőtt a szája, hófehérke. Megkönnyíthetném a dolgát, tudja. De maga inkább játssza a kemény fejűt. Hadd mondjak valamit. Jobb, ha összeszeded magad, te kurva. Mert Becker kapitány látni akar. Elég volt, őrmester. Igen, uram. Üljön le. Különleges problémát jelent nekünk, érdekes problémát. Nem tudom, mit kezdjek magával. Hogy bánjak magával, miként kezeljem. Megértem, ha azt várja, hogy úgy kezeljük, mint bárki más, de attól tartok, ez nem megy, ha érti, mire célzok. Nem, uram, nem értem. Nos, a körülmények gonosz tanítók lehetnek. Senki, még a társai sem tudnának magával úgy bánni, mint egy fogollyal. Amivel itt a leginkább foglalkozunk, a pszichológiai tényezők, a félelem megszüntetése is, hogyan támadna az ellenség, ha egy emberi fogságban lenne, persze bizonyos fizikai brutalitással kiegészítve, ami néha elcigeteltséggel, félelemmel, rettegéssel, esetleg homofóbiával jár, legalábbis tapasztalataink szerint. Az a gondom, hogy egyértelmű dolgokon túl, mint halál és az élet, csak találgatni tudok, mitől félhet, mivel képtelen vagyok kiismerni. Maga nem olyan, mint itt mindenki. Maga más. És ezért nem tudom, hogyan tegyen próbára. Kemény próbára. Nos, álljanak sorba! Sorba! Add a tenyered. Hülyéskedsz velem? Kezeket! Következő! Mondja el, és azonnal visszaküldjük a bázisra, éppen és egészségesen. Elég. Nincs esélye. Senki sem hinné el, hogy végigcsinálja, akármit is mondanak a komputerek. Egyébként szép teljesítmény lenne, és mindenki elismerné. Azt mondanák, micsoda bátorság volt megpróbálni. Ugyan már hadnagy. Rengeteg gondtól meg kímélni magát, és minket is. Keményen játszunk errefelé. Uram, köszönöm, nem uram. Hát legyen. Vidd be az árkába. Vidd már. Ugye arra gondolok, hogy ez nem is fáj egy ilyen tapasztalt katonának. Á, igen. Úgy tudom, mostanában fájni szokott a lába, igaz? Jól van, Stafford, elég lesz. Mindenki menjen ki. Sajnálom, őrnagy, néha egy kicsit túlzásba viszi, de én nem lehetek ott mindenütt. Lószárt. Még soha nem láttam ilyen elhasznált öregembert errefelé, mint maga, legalábbis az alatt a 3 év alatt, amióta engem bíztak meg ennek a tábornak a vezetésével. 3 év.
Igen. Nem kis idő, mi? Valahol egy hajóban nevezünk őrnagy. Velem sem tudtak mit kezdeni, ezért ide küldtek. Kidobtak, hogy magukat szolgáljam. És most nyugdíjba akarnak küldeni. De Összeford már biztosan elmondta ezeket, mert szeret fecsegni. Nem úgy tuán, hm? Tudja, ő már egyszer irányított egy ütközetet. Az idők változnak. Mit keres ezen a gyakorlaton a maga korában? Semmi köze hozzá. Tényleg? Kivették a tűzből, de maga nem bírta támasztani az íróasztalt. Ide jött bizonyítani, ahelyett, hogy normálisan élne. Istenem, hogy utálom a pilótákat. Hogy lehet ennyire arrogáns? Ennyi siker, és még csak be sem mocskolta a kezét. Felszállt, kinézett egy települést, ledobta a bombát, és ment ebédelni. Nem érdekelte, mennyi nőből és gyerekből lett kutya eledel. Mert ha a vér a felhőket mosná, még akkor sem szennyezné be magát. Mert időközben már egy újabb településen bombázza az újabb ártatlan gyerekeket. Bár egy oldalon állunk, mégsem bírom látni a képét egy nagy ható távolságú szemét nyomógombos gyilkosnak. Lehet, hogy valaki a maga gyerekeit is meg akarja ölni. Lehet, hogy el akarja vágni a torkukat, hogy ráébressze magát, mi is valójában. Maga rohadt szemétláda. Elsőre megfogtuk. Ez könnyű volt. Azt hittem, sokkal többre értékeli magát őrnagy. A bűn annyira csábító. Igen, én egy rohadt szemétláda vagyok. Legalább nem én szidom magam. Tudom, ki vagyok és miért vagyok itt. Repülni? Maga is elérkezett a végállomásra, őrnagy. Nem rontja el ezt a gyakorlatot. Szerénykedjen. Maga egy igazi kurva, nem igaz, Kézi? Na, gyerünk, vegye fel. Nézze, hölgyem, én szarok rá tőlem, így is visszamehet a dobozába, ha magának jobb. Kávét, hadnagy? Stevenson, amikor elhaladt, próbálja meg nem beütni a fejét a szemetes ládába. A többi szaros seggő emelje fel a feje fölé. Futni akart. Ezért ma bepótoljuk az elmaradást. Figyelem! Lépés! Indulj! Ba! 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 Gyerünk, emberek, mozgás! Ba! Ba! Gyorsabban! Gyorsabban!
lányok, mozgás, mozgás. Mozogjunk, mozogjunk. Mozgás, kislányok, bátran, bátran. Állj! Na, és mit gondol? Mindegyikük maradjon a ketrecben? Teljesen mindegy, úgy se csinálnak semmit. Ez igaz. Néhányan már teljesen ki vannak facsarva. Hogy utálom ezt a munkát? Hamarosan tovább áll. De nem elég hamarosan. Nem hiszem, hogy sokára így bírom még ezt. Kézi, őt is hagyjam a többiekkel? Nem. Logan? Neki vége. Hagyja a többinél. Rendben. Boccot viszont jó lenne kihozni. Különben nem sok marad belőle holnapra. De utána lepijenek. Rendben? Rendben? Tegye azt. Igenis. Nem tudom, meddig bírom ezt. Elegem van. Akkor húzzál el, mire vársz még? Nem jutnál messzire. Én sem hiszem, hogy sikerülne. Már kezdek beletörődni. Engem viszont rohadtul nem érdekel, mibe törődtök bele, úgyhogy miért nem fogjátok be? Az meg, Ripkin. Ripkin, hagyjátok abba! Honnan a pokolból van neked erre energiád? Jó kérdéseid vannak, öreg ember, de szállj le rólam. Különben? Azt mondtam, szállj le rólam! Stevenson? Talán mi ketten mégis megpróbálhatnánk. Hogy a francba akartok innen megszökni? Talán alagutatást? Nem hozzád beszéltem. Kambéj! Kambéj, elég ebből! Csaszd meg! Figyelj már! Felejtsd el őt! Ide hallgass! Lehet, hogy tudok egy megoldást. Ha van egy jó terv, sikerült. Tűnj el onnan! Az egész szigetet behálózzák. Aki megszökik innen, az egy zseni. Szerinted meddig kellene eljutnunk? Ki tudja. Olyan, mint a kopasz lennél, igaz? Az biztos. Mindenki utál. Kivéve Logent. Én nem utállak, Bocsi. Ami ezt illeti, az első madarak között te vagy a legjobb. Jut eszembe. Nem beszéltek szökésről, amíg ott voltál? Nem, uram. Azért csak tartsd nyitva a füledet, rendben? Igen, uram. Kifelé. Van.
Vegye le a ruháit. Te jó ég, maga tényleg csak ehhez... Most! Rendben van, hadnagy, utoljára kérdezem magától. Melyik egység? Hol a bázisa? Mi a küldetésük? Uram, Kézi Catherine hadnagy, 201... Jobban teszi, hogyha válaszol, hadnagy. Tudja, mi lesz a következő. Uram, Kézi Catherine hadnagy, 201... Információkat akarod? Rohadék! Elég ebből! Többet nem tehet! Ebben nincs igaza. Ne érjél hozzám! Pofa be! Maga szemés, Fritzi, szálljon le rólam! Azt mondtam, kusz legyen! Enél szülel! Mit gondol, mi történt volna, hogyha az ellenség fogságába kerül, hadnagy? Csak álmodna arról, hogy ennél rosszabb dolog ne érje, még hogyha most ezt nem is mondja ki. Most meg van rémülve. Még néhány alkalom is semmit nem érez, amikor megerőszakolják. Hozzászokik. Mi az? Mi történt? Megerőszakolta őt. Micsoda? Becker megerőszakolta Kézi hadnagyot. Mi folyik ott? Jobb lenne, ha ön is kijönne. Az egyik fogoly megőrült. Becker! Gyere ki ide! Gyere ide! Beszélni akarok veled! Mit csinál? Ne ordítozz már! Ne idegeskedj! Itt fogad, őrnagy! Szétrugom a seggedet! Hallasz engem? Őrnagy! Nektek pofa be! Mindenki kussaljon! Őrnagy! Stafford, nem magának szóltam! Becker-t akarom! Hozzá nekem ide most! Megértette, amit mondtam! Becker! Gyere ide azonnal, te szemét! Ha közelebb merészkedik, szétverem a fejét! Becker! Jelentést teszek, magának vége! Nincs több gyakorlat! Menjetek a helyet! A 135-ös bekezdés alapján és az 1565-ös titkos záradék alapján megvallom magától a parancsnokságot! Engedjenek el! Mocskos disznók! Engedjetek! Becker! Becker! Kagy már rá! Stafford! Menjen vissza! Nem tudom, de az biztos, hogy itt valami nagyon el van cseszve. És ha nem szedi le rólam a kutyáit, magát is hadbíróság elé állítatom. Vagy maga túl hülye ahhoz, hogy felfogja, mi történik itt? Becker teljesen megőrült! Meggyalázta Kézit! Megerőszakolta! Ki mondta? Csak hozza ki onnan! Azonnal! Gyerünk! Ne menjen el, kapitány! Megértette egyáltalán, amit mondtam?
van itt egyáltalán valaki, aki normális? Stafford! Maga is megtör vele együtt! Hallotta ezt? Egy részét. Teljesen elszállt. Azt állítja, hogy megerőszakolt a kézérmet. Kitől hallotta ezt? Ki tudja, onnan veszi. De egy biztos, hogy egy ilyen könnyen tönkre teheti az egész gyakorlatot, meg kellene szabadulni. Én is gondoltam rá, különösen, ha rosszabbodik az állapota. Megyek, visszafekszem. Kérem, jöjjön velem, őrnagy. Hol szerezte az információit, őrnagy? Túl régóta van már itt Becker. Miért csinálta? A saját érdekében. Gyakorlat. Szerintem maga ezt el is hiszi. Be akar kerülni. Az én feladatom pedig az, hogy felkészítsem a fogság túlélésére. Fizikailag, mentálisan és érzelmileg. Ezért elítélik Becker. Maga bolond őrnagy, de ő nem. Egyszer még megköszöni, hogy felkészítettem minden eshetőségre. Fiatal, ambíciózus, a jövő előtte áll. Nem úgy, mint maga meg én. Nos, ki mondta? Stafford? Tüntesd fel úgy, mint egy balesetet. Előfordulhat, hogy megszökött. Ne hívjam a bázist. Még nem. Először tudni akarom, mi történt. Beszélnem kell Tuannal. Miller és Wilson maradjanak itt, a többiek jöjjenek. Hogy került ide? Mi folyik odakint? Maga után indultak, Becker és egy pár őr. Mennyi? Majdnem mindegyik, azt hiszem, kivéve Stafford. Hol van kézi hadnagy? A magánzárkában. Öltöz fel. Gyerünk, Boc, mire vár még? Jöjjön, Boc, nem érünk rá. Ne erőltesse magát, itt van bent. Befelé, mozgás! Hé, őrnagy! Maga az? Logan, csak nyugalom, nyugalom!
Mi az? Akármit is tesz, nem fog sikerülni. Hány őr maradt itt? Nem szeretem magamat ismételni. Nézz utánuk, most figyeljen rám. Beckernek felelnie kell ezért. Meg akart öletni, de Tuán halt meg, és nekem ebből már elegem van. Azt akarom, hogy a katonai rendőrség azonnal ide jöjjön, ez parancs, Stepford. Logan, maguk mindig elcsesznek valamit, és nem adnak már nekem parancsot. Már mondtam, megerőszakolt a kézi hadnagyot. Mi a franc folyik itt? Bocs, látta? Baker néha csinál. Én az erőszakolásról beszélek. Vigyázz, hogy itt vannak. Hey, mi van ott? Most pedig utána nézünk. Gyerünk! Csak nyugodt. Mozogjon! Óvatosan! Jól van. Most maga jön. Dave, Bill, tegyétek le! Tegyétek le! Mi az? Letenni oda középe! Most hátra! Ez az, Bob! Hasra! Igen, Bob, jól csinálod! Nem fog tudni. Jól van. Figyeld őket! Vigyen Kézihez. Jöjjön arrébb! Ott jó lesz. Kézi, itt Logan. Logan, mi történt? Hogy egyenruhában? Készül valahova? Nem úgy tűnik, mintha megviselték volna az események, nem gondolja? Ezért most már nem is örül, igaz, őrmester? Te jó ég. Nem érdekes. Kézi, ez... Mondom, nem számít. Ha ez nem számít, akkor mi? Már én sem tudom. Kezdje azt a hívást. Vigyék őr. ASAP vizsgálati csoport jelentkezik. Hívás McDonald tábornok részére. Delta 27 kérem megerősíteni. Megerősítve. Biztos, hogy meg akarta ölni magát? Biztos. És most mihez kezdünk? Elmegyünk innen és várjuk, amíg megérkeznek. Nézze, én visszatartom őket, amennyire csak tudom. Bocs, vigye őket az árkába. Igenis, mozgás. Hallottátok? Gyerünk! Vigye Boccot is magával, mert azt fogom mondani, hogy ő kezdte az egészet. Nyugodt lehet. Én is bízom benne. Én menteni akarom a tisztségemet. Logan, maga is tudja, hogy csak a munkámat végeztem. Maga is tudja. Igen. Nem is hittem. Nem tudhattam. Induljunk. A kulcsok a zsebemben vannak. Őrnagy, mi történik? Vigyen ki innen minket! Nem esett bajom. Kézi, jól vagy? Kifelé, fiú. Hé, várjatok! Mi lesz, hogyha visszajönnek? Ez most szökés. Mozduljon már, ne beszélgessen. Ez csapda. Átverés, mint az előző. Erre most nincs idő, gyerünk. Most mit csináljunk? Most menjünk, vagy mi legyen? Én nem mozgulok innen. Menjünk. Sok szerencsét, Logan. Menjünk innen a francba. Mielőtt honnan még tudod, hogy nem verátok? Menjünk innen. Logan. Hozok gépviszőt.
Amónia? Te jó ég, kézigránátok! Felejtsd el a géppisztolyokat! Meg vagyok. Mehetünk? Szép munka, Stafford. Boc és Kézi segít neki. Boc? Tudom, kellett volna. Még mindig nehezen tudom megszokni, amikor ekkora hibát követünk el. Mi van Kézivel? Mondott valamit? Nem. De ő is vele van. Látnia kellett volna Logent. Teljesen magánkívül volt, amikor betört ide. Levitt magával kinyitotta az ajtót, a lány pedig... Ott csücsült a csendben, nyugodtan, mint egy szerzetes. Egy szót sem szólt. Mintha mi sem történt volna. Én akkor döbbentem rá, hogy teljesen megőrült. De Logan mondott neki valamit, mire... Ő bevette az egész történetet. Tudja, azt hiszem, a nők egyszerűen nem bírják a magányt. Szinte hihetetlen, igaz? Annyian mondanák ugyanezt a hazugságot. Túl rossz. A lány túltette magát ezen. Be akart kerülni, azt hiszem. Azon a ponton volt, hogy kezdte felfogni a lehetőségeit. Még egy kis idő is tudta volna, hogy kezelje a dolgokat. Vagy megtanulta volna. Igen. Nos, kapitány, mi lenne, ha megszabadítaná ettől? Milyen irányba mentek? Délre. Furcsa, Miller és Wilson úgy látták, észak felé indultak. Nos, nekem minden elég nehéz. Jobban tetszett volna, hogy Logan nem veszi el a fejét, ha nem nő a fejünkre. Az, akit indulatok vezérelnek, mindig nagyon veszélyes. Nos, ez igaz. Mi lenne, hogyha... És jobban örültem volna, hogyha maga is hűségesebb. Sajnálom, Stafford. Én is inkább meghalnék, mint hogy börtönben töltsem a hátralévő napját. Megölték Staffordot. Kint vannak valahol, de megkeressük őket. Maguk hárman arra, a többiek pedig arra. Igen, igen. Maga velem jön a helikopterrel. Gyerünk! Köszönöm. Tessék, itt McDonald távolnak. Hogyan?
Nem érte a csontod. Menjünk tovább. Kezem, kapitány. Pontosan itt vannak. Szálljanak le a fák mellett. Kell állnunk. Meddig? Amíg a rendőrség ide nem ér. Nem. Miért nem? Nem fognak idejönni. Harcolnunk kell. Nézze, én már megöltem egy embert, és Bocsi is, maga pedig itt. Ez tiszta őrültség. Őrültség! Ide figyelj, Logan, miért akarja, hogy itt álljak meg? Az egész életem. Én nem tudok lefeküdni és meghalni, nem érti meg? Nem fogok. A magasabb terület biztonságosabb. Menjünk.
vezetékbe! Korba velük. Megkeresem Beckert. Jól vagy? Igen, tudlak. Maradj fedezékben. Bocs, fedezékben! Semmi baj, jól vagyok, fedezlek. Istenem, kérlek, ne hajj meg!